Dr. Csapody István a 20. századi magyar növénytan egyik jelentős személyisége volt. Bár munkássága kiterjedt Magyarország teljes területére, sőt azon túlra is, mégis szülővárosa Sopron környékén tevékenykedett a legtöbbet. Szerepe jelentős a nyugat-magyarországi állami természetvédelmi szervezet kialakításában és működtetésében, részt vett például a Fertőhanság Nemzeti Park létrehozásában. Első nagy kudarcát fiatalon 1948-ban kellett megélnie, mert a Bencés Gimnázium kitüntetéses érettségie ellenére világnézeti okokból a Pázmány Péter Tudományegyetem természettudományi karára beadott jelentkezését elutasították. Az erdőmérnöki főiskolán 1949-ben kezdte meg tanulmányait, a kieső egy évet Fehér Dániel professzor növénytani intézetében töltötte, és ekkor jelentek meg első publikációi is. Főiskolás korában már gyakorlatokat vezetett. A diploma megszerzése után rövid ideig a főiskola tanulmányi osztályán előadóként, majd a növénytani tanszéken egyetemi tanársegédként dolgozott. 1956 őszén áthelyezték az erdőművelés tani tanszékre, közben ideiglenesen a botanikus kert vezetését is ellátta. 1958 tavaszán élte meg élete második nagy kudarcát, szilárd, magyarul polgári világnézete miatt egyetemi állásából eltávolították. Ezt követően a tanulmányi állami erdőgazdaságnál működött 1975-ig, majd az Országos Természetvédelmi Hivatal Nyugat-Dunántúli Természetvédelmi Felügyelőségén helyezkedett el, ahol és ennek jogutódjainál botanikai főfelügyelő, természetvédelmi főtanácsos, végül botanikai főtanácsadó munkaköröket töltött be. A botanika iránti elkötelezettségének kialakulásában jelentős szerepet játszott Csapody Vera festőművész, ő a V a könyvborítókon, aki a 20. század szinte minden botanikai tárgyú művéhez készített illusztrációkat, és aki maga is botanikus volt, nem mellesleg pedig Csapody István nagynénje. Csapody István a botanika számos területén alkotott jelentőset, ezt támasztja alá közel 200 tudományos és ismeretterjesztő közleménye, valamint 4 könyve, köztük a Csapody Verával közösen alkotott Erdei fák és cserjék, valamint az Erdő mező növényei, mely a laikusok számára is kifejezetten szórakoztató olvasmány. Csapody István 1991 végén nyugállományba vonult, de a Fertőhanság Nemzeti Park botanikai ügyeit még egy évig intézte. 2002. január 8-án hunyt el 71 évesen. Nevét viseli a Fertőhanság Nemzeti Park Fertőújlakon működő természetiskola és látogatóközpontja.